Feküdtem a Wartburg alatt, aminek lyukas volt a tankja, és apukám festegette be a tankon a lyukakat. A benzin meg az olajot folyt. És akkor az egy jó játék volt nyaralás közben, hogy a kis kifolyt benzint meg olajat vízzel el lehetett keverni, bele lehetett szórni krétaport, bele lehetett önteni szappant, színe lett, vagy épp hogy keveredett, habzott, nem habzott. Különböző központi idegrendszeri vagy onkológiai betegségekre, kórképekre próbálunk valamilyen kis molekulás hatóanyagot előállítani. Olyan vegyületeket, amelyek azokért a betegségekért felelős fehérjéknek a működését befolyásolják, legtöbb esetben gátolják. Az egyik ilyen célpontunk az a káras nevű fehérje. Amikor megtervezzük, hogy például a káras gátlására milyen molekulát állítunk elő, akkor annak megvizsgáljuk a szerkezetét, ránézünk, és megnézzük azt, hogy milyen atomok vannak benne, hányféle gyűrűből áll, azok hogyan kapcsolódnak egymáshoz, és a szerves kémiai ismereteink alapján kitaláljuk, megtervezzük azt, hogy hogyan lehetne valószínűleg egy elég soklépéses szintézis úton előállítani. Például szükséges-e a kiindulási molekulán lévő oxigénatomoknak a klórra való cseréje? Látni egy molekulát és elképzelni egy molekulát, az rendkívül érdekes. Napjaink tudománya az képes arra, hogy elég jó közelítéssel megbecsüli, hogy milyen egy molekulának az alakja, vagy az milyen mozgásokat végez. Azt gondolom, hogy ez mind az oktatásban, mind nekünk a kutatásban nagyon izgalmas. Amit itt láthatunk, ez a káros fehérjének a röntgen szerkezete. Van egy képünk arról, hogy hogyan néz ki ez a kötőhely, kötőzseb, úgynevezett dokkoló program segítségével. Mindegyik molekulát bepróbálja valahogy illeszteni erre a kötőhelyre. Nekünk csak a kötőhely a fontos, ahova ugye be tud kötni a molekula. Azért, mert tudjuk azt, hogy milyen molekulákat kéne keresni, amik ide be tudnak kötni. Másrészt meg magából ebből a molekulából is elindulhatunk. Lehet úgy gondolkodni, hogy a már meglévő molekulát kezdi el az ember gyakorlatilag növeszteni. El tudjuk dönteni, hogy kémiai, vagyis preparatív szempontból mi az, ami egyrészt könnyen előállítható, illetve melyik az, amely könnyen módosítható. Van egy szuperszámítógép rendszer, ha már 10 millió molekuláról beszélünk, az már nagyon nagy számítási kapacitást igényel, és akkor érdemes tényleg ezt a szuperszámítógép rendszert igénybe venni. Ugyan a szintéziseket papíron megtervezzük, az, hogy azok a kémiai reakciók működnek-e, akkor derül ki, amikor a kísérleti munka már elkezdődik. Elképzelhető, hogy ami papíron működik, valójában mégis egy sikertelen reakció lesz. Hát, ha valamelyik eliminál, mert mondjuk, hogy a piridin jelenlétében lemenne az elimináció, mert hogy az bázikus. Rabanesi. De akkor... a Lavessonnal volt leírva irodalomban, én úgy emlékszem. Igen, igen, azzal van leírva. Ez egy csapatmunka, amiben mindenki azt csinálja, amihez a legjobban ért. Az is lehet, hogy akkor nem is kell kromatografálni, csak át kell engedni egy kis szilikapadon, és akkor a maradék az fel maradt. Igen, erre gondoltam én is, szóval már nagyon közel járok. Remélem, hogy meg lesz. Ugye először a csoportban foglalkoznak számításos kémiával, és a káros fehérje szerkezetébe dokkoltak molekulákat, a számolásból kapott találatokat mi átnéztük, és kiválasztottuk azokat a molekulákat, amelyek szintetikusan megvalósíthatóak. És az volt a feladatom, hogy a kapott molekulának a szintézisét először megtervezzem, utána pedig meg kellett valósítani ezt a szintézist. Igazából 4 lépéses szintézis úton előállítható, a másik esetben pedig egy 6 lépéses szintézis volt szükséges. Az első molekula esetében sikerült is ezt megvalósítani, leadtam biológiai vizsgálatra, és ebben a vizsgálatban kijött, hogy sajnos ez a molekula nem aktív. A második molekula szintézisével is foglalkoztam közben. A harmadik lépésnél elakadtam, és nem sikerült végül ezt megcsinálni. Végül fél évet foglalkoztam ezzel. A kémia kiszámíthatatlan, és nem minden működik mindig úgy, ahogy mi azt gondoljuk, vagy ahogy ez le van írva az irodalomban. Van, hogy tényleg egy legegyszerűbb lépéssel szenvedünk nagyon sokat, és egy bonyolultabb reakció után meg egyből sikerül előállítanunk, amit szeretnénk. Ez így benne van, és ezzel jár a kémia. Persze van, amikor
egy rosszabb napon ezt egy nagyobb kudarcnak élem meg, de utána másnap újra jövök. Ha valami nem sikerül, megpróbáljuk, de nyilván tudnunk kell azt is, hogy mikor érdemes megállni és abba hagyni valamit. Hogyha előálltak ezek a kis molekulák, akkor ezt akár biológus kollégák, akár mi magunk tudjuk tesztelni. Vannak olyan kísérletek, amiket mi magunk is el tudunk végezni, és vannak olyan kísérletek, amiket pedig általában együttműködő partnerek, biológusok vagy farmakológusok végeznek el nekünk. Azokat a molekulákat, amiket közösen megterveztünk, a laborban a kollégák előállítottak, meg kell vizsgálni, hogy a káros fehérjéhez, aminek a működését szeretnénk ezzel befolyásolni, tud-e kötődni, és akkor felszerelem a plétet, hozzáadom azt a puffert, amiben ez a teszt megy, és hozzáadtam egy olyan reagást, ami fluoreszencia jelet ad azzal összefüggésben, hogy a kismolekulánk tud-e kötődni a káros fehérjéhez, vagy nem. Reméljük, hogy lesz olyan, ami kötődik, valószínűleg lesz olyan, ami nem fog működni, mert ez ilyen. Úgy tűnik, hogy van egy olyan vegyület, itt ez a három minta esetében, aminél nagyon erős jelet, fluoreszencia jelet mértünk, ami arra utal, hogy itt egy nagyon erős kötődés történt. Ez így első ránézésre tök jó, látjuk, hogy van, ami jó, van, ami nem jó, de nyilván mi természettudománnyal foglalkozó szakemberekként számokból élünk többnyire, tehát ezeket számszerűsítve extraálom a készülékből, abból készítek egy összefoglalót, és akkor a többiekkel összeülünk, megmutatom nekik ezeket az eredményeket, és együtt eldöntjük azt, hogy akkor tényleg mi legyen a különböző vegyületeknek a további sorsa. Megmértem a vegyületeket, amiket előállítottatok, és itt azt látjuk, hogy ez a vegyület a 12-es számú, meg fogjuk keresni, hogy az pontosan melyik, nagyon, nagyon jól kötődik, és van még kettő, amivel szerintem érdemes lesz foglalkozni. Na most, hogyha ezek találatok, ráadásul aktivitásbeli találatok is, akkor remélhetőleg azért igen, ott azt mutatná, hogy annak a lizinnek van szerepe. Uh-huh, uh-huh. Igen. Ámen. Legyen. Azok a molekulák, amiket mi itt szintetizálunk, azok máshol nem léteznek. Ezzel szoktuk a hallgatóinkat és magunkat is motiválni, hogy mennyire jó érzés az, hogy ami most itt van a kezünkben, például akár ez a molekula, ez sehol máshol a világon ismereteink szerint nincsen, és más még nem állította elő, hanem ez valami, ami csak itt van ebben az üvegben, és mi hoztuk létre. Ez egy jó érzés. A kémiával azt gondoltam, hogy tudok segíteni. Ha gyógyszerkémiával, vagy gyógyszerkutatással foglalkozom, akkor ha nem is orvosként, de egy kicsit talán hasonló hozzájárulást tudok a társadalomért, vagy az emberekért tenni.